Fenati Javét marad a 9. helyen, azon feljön a 11-re, itt hátul azért most már vannak változások, csak az élmezőnyben egyenlőre nincs. Folger viszont úgy néz ki, hogy tud futni egy olyan időt, amire a többieknek már nem biztos, hogy lesz válasza. Ráadásul ötöt is meghúzott egy kicsit. Nagyon jó időt megy Folger. Vinyán lesz és igyekszik tartani vele a lépést, de ez nem egyszerű feladat. Nem is megy neki. Folger átaladt a célvonalon, majdnem 3 tized másodpercet javít. Talán Carrasco szélárnyéka is segített neki ott a kör végén. Most már Martinezék is mernek mosolyogni. Pedig még majdnem 4 perc hátra van az időmérésből. Jön Vinyales. Feljön a második helyre. 43-171-el, de hát Folger már bőven 43-on belül van. Ötül egyébként, ha nem is sokat, de azért egy picit. Előnyhöz jutott abból, hogy itt elment mellette Folger 9. helyen pillanatnyilag. Rins pedig nagyon jó részidőkkel érkezik. Hamar letörheti a mosolyt az Aspar csapat arcáról. Antonelli érkezett ott mögötte egy picit szélesen, Vázquez a 10. helyen. Rins pedig 42-768-an, nagyon-nagyon közel Folgerhez. 61 ezer másodperc maradt csak el. Isaac Vinyales a 4. helyre jön föl, 43-878-a. Hatalmas ott a szakadék. Rins és Folger mögött. Jönnek Salomék. Ezúttal Sissis jön mögötte. Na kinek magyaráz most Szalom? Sissist hívja oda maga elé? Nem hiszem, inkább szerintem Carrascót osztotta nagyon, de azért Szalomnál ezt sosem lehet tudni. Igen, ugye gyanúsan együtt küldték ki őket az utolsó kifutásokra, bár most itt Sissis előtt van Szalom. Közben hajó a képen, annak ellenére, hogy lehetett róla olvasni az edzés elején, ugye. Ez azt hiszem, hogy kihagyja, igen. Rins 42 000 a hátrány mindössze Folgerhez képest a 3. mérőpontnál. És Antonelli ott kicsit lemaradva mögött, de talán nem sokat nőtt a távolság kettejük között. Vázquez nem tudja javítani, végül forgalomba keveredik. Antonelli viszont feljön a 10. helyre. Vázquez edzésének ezzel gyakorlatilag vége, mert hogy nem lesz ideje elkezdeni újabb kört. Itt pedig nagyon nagy forgalomba került, és ugyanez fog történni majd Rinszel is. Könnyen lehet, hogy Folger ölébe hullik majd ez a pole pozíció. Attól függetlenül, hogy tud-e majd javítani ebben a körben. Nagyon-nagyon közel van a saját legjobbjához. És futhat még egy kört majd. Azzal mondjuk ő sem sokra megy, mert hogy Carrascóik mennek előtte, Ötlüllel. Már ezt a körét is veszélyeztetik, de nagyon gyors ebbe a körbe is Folger. Akkor is, ha nem tud javítani. Egyetlen tizedre az eddigi legjobbtól. Igaz, tovább nő ez a hátrány, de még így is 43-on belül fut, amire eddig csak ő és Rins volt képes. Érkezik Vinyales, jó ütemben el fog tudni kezdeni, majd még egy kört, Winder jön mögötte. Igen, a következő körük lehet érdekes, mert most ott úgy tűnik, hogy nincsenek forgalomban. Közben letelik a 40 perces időkorlát, innen kezdve már csak a megkezdett köreiket fejezhetik be a versenyzők. Pinder mindössze a 21. helyen, Oliveira viszont jó részidőkkel, és az 5. helyen. Niklas Ayo ott mögötte, lehet, hogy megrántja a finn versenyzőt így az időmérés végére.
Vázquez jogosan mérges, de már láttuk az edzés utolsó néhány percben, hogy nem lesz lehetősége javítani. Antonelli viszont feljön a negyedik helyre, Oliveira az ötödik, Granado a hatodik helyen volt egy pillanatra, Kairudin elejük jön most a negyedik helyen, Isaac Vinyales a nyolcadik, Márquez a kilencedik, hát Granado hetedik helye legalább akkora siker egyenlőre, mint Folger pole pozíciója, amire egyenlőre úgy néz ki, hogy senki nem lesz veszélyes már a pályán. És azért Kairudin negyedik helyét is kiemelhetjük, mert nagyon régen nem láttuk ennyire elől a maláj fiút. Főleg úgy, hogy Szalom nem valószínű, hogy el tud mozdulni majd a tizedik helyről. Miller a 11. Maszból 12. Ötlül a 13. Ha nem csúszik hátrébb, már pedig úgy néz ki, hogy nem nagyon fog innen már hátrébb csúszni, akkor az is komoly eredmény. Ráadásul Folger mögött, aki ismét nagyon gyors körön van, még lehet, hogy jó kört is tud futni. Folger végül nem tud javítani. De úgy tűnik, hogy nem is lesz rá szüksége. Ötlül sem mögötte. Kasparik már tapsolnak. Vinyálesre azért még lehet, hogy érdemes várni. Bár, hogy nézem, ő sem fog nagy időt menni. Meg is érkezik, nem tudják megjavítani Jonas Folger eredményét. A pole pozícióból kezdheti majd a San Marinói nagy díjat. Granado pedig a hetedik helyről várja majd a rajtot. Nagyon jól sikerült az Aspar csapatnak ez az időmérő. Folger eredménye sem semmi, de tényleg érdemes kiemelni Granado hetedik pozícióját, mert ő sem kezdett még ennyire elő világbajnoki futamot. A harmadik sor legelejéről kezdhet majd a brazil fiú. Fenatti a 15. helyen. Nem tudta tartani az edzés elején látott remek eredményeket. Ez a felirat pedig azt hiszem nem mondjuk kíván magyarázatot. Majdnem másfél másodperccel javította meg Sandro Cortese tavalyi pályacsúcsát Jonas Folger. Ez azt is mutatja, hogy mennyit léptek előre a gépek. És hát tegyük hozzá, hogy Folger ugye nem feltétlenül a legjobb vázzal versenyez. Antonelli 5. helye is elismerésre méltó, ezzel a legjobb hazai versenyző. Pedig Rins jön befelé, aki hiába volt nagyon gyors a szabad edzéseken. Most sem volt éppenséggel lassú, de a pole pozíciót végül csak nem tudta megcsípni. Érdekes egyébként, nézem itt a végsebességi adatokat. Az egyetlen ember az egész mezőnyben Jonas Folger, aki 200 km feletti végsebességet tudott produkálni. Nézzük akkor a hivatalos végeredményt. Jonas Folger tehát az élen zárja az időmérést. Alex Rins és Maverick Vinyales mellette majd az elsősorban. Fámi Kairudin messze a legjobb idei edzés eredményét produkálja ezzel a negyedik helyen. Nicolo Antonelli és Miguel Oliveira még mellette. Eric Granado is pályafutása legjobb időmérő eredményét érte el ezen a kvalifikáción. Isaac Vinyales és Alex Márquez mellette még a harmadik sorban.